E. Gábor nyíregyházi középiskolai tanár ügyében ülésezett a nyíregyházi törvényszék. A vádirat szerint 2014-től 2016-ig több alkalommal előfordult, hogy a diákokat nyakon vágta, vagy kokit osztogatott a fejükre, ha nem volt kész a házi feladatuk, vagy nem figyeltek az órán. A tanár által elkövetett bántalmazásról korábban felvétel is készült. A nyíregyházi járásbíróság 2018. szeptember 5-én felmentette a vádlottat az ellene emelt vád alól. Az ügyészi álláspont szerint tehát a vádott cselekményével a kiskorú veszélyeztetésén büntette valamennyi törvényi tényállás jelenik megvalósította. A büntetés kiszabása során irányadó középmérték egyébként 4-3-ban szabadságvesztésnek felel meg, ugye 50-ben kiskorú veszélyeztetésre beszélünk. A VIA 606. szakasz első bekezdése alapján ezért indítványozom az elsőfokú bírósági ítéletének a megváltoztatását, a vádlott bűnösségének ötre emberi kiskorú veszélyeztetése büntetében való megállapítását, BTK 208. szakasz első bekezdés, a BTK 36. szakasz, 37. szakasz második bekezdés alkontja alapján vele szemben börtön végrehajtási fokozatú szabadságvesztés kiszabását. Az ügyvéd elismerte, hogy nem helyesen, de alkalmazta a vádlott az ellene felhozott vádakat. Azonban ennek sem a diákok, sem a szüleik nem tulajdonítottak jelentőséget. Az ügyvéd másra is felhívta a törvényszék figyelmét. Én fontosnak tartanám azt megjegyezni, hogy ha az eljárás egészen a nyomozati szaktól kezdve végigvezetjük, akkor nyomozati szakaszban a vádlott kiskorú veszélyeztetésének büntetésével lett meggyanúsítva. Majd ezt követően, mikor vádirat benyújtására került sor, a vádiratban már közölött ellátó személy elleni eljárásban elkövetett bántalmazás büntetében kívánták a vádlottat bíróság által bűnösnek kimondani, mert úgy gondolták, hogy ebben a bűncselekményben megalapozott a felelőssége. A vádlott az utolsó szójogán meghatódva mondta, hogy hivatásának érzi a pedagógusi pályát. A perbeszédeket követően 20 perc tanácskozás után a nyíregyházi törvényszék másodfokú ítéletet hirdetett. 2018. szeptember 5 napján meghozott 18B 1219 per 2017 per 18. számú ítéletét helyben hagyja. Az ítélet jogerős, fellebbezésnek helye nincs.